Ja, Eszti, Robi vagyok, légy üdvözölve tornán, amely Magyarország legkisebb vármegyéjének a megyeszékhelye volt. Nagyon sok műemlékünk van, tehát az egyike a tornai vár, tehát a várom, van templomunk, szintén a középkorból, kastély, vármegyeháza, úri kaszinó, és még van egy műemlék, a Nepomuki Szent János szobor, amelyből kettő van, tehát az eredeti a templomkertben található, viszont a másolata a főutcán, tehát a főutcai kereszteződésben. Jelenleg a községünk 3700, körülbelül 3700 lakos, természetesen ez változó. Nagyjából a fele szlovákajkú, a fele magyarajkú, de természetesen vannak itt ruszinok is, roma lakosok is, és egyéb nemzetiségek is. Két alapiskola van, az egyik magyar tannyelvű alapiskola, a másik szlovák tannyelvű alapiskola, amellé mellette egy óvoda is működik. Ezek az óvoda szlovák nyelven, de természetesen a magyar ajkú lakosok is ide, az otthoniak ide szoktak beiratni a gyerekeiket. De van magyar óvónéni. Nekem most mennem kell, mert a színjátszó csoportunknak éppen próbája van. Annyit tudni kell, hogy a Csemadok mellett működik tornán a Várlak színjátszó csoport. Az Egressy Béni színjátszó fesztiválon többször is díjat nyertünk, nívódíjasok vagyunk, és ráadásul még elnyertük a legjobb férfi és női szereplőnek járó díjat is, úgyhogy ismertek vagyunk, és gyakorlatilag mi vagyunk az egyedüli színjátszó csoport a környéken. Ameddig ti próbáltok, én addig jogázom egyet a falu jóga oktatójával, Enikővel. Jó? Találkozunk akkor később. Fiú, a tétnök és az egyenek. Februárban összehívt 17, nagyon lelkes, kicsit őrült ember. Megtaláltam a játszótársaimat, és elindítottuk. Újra a színjátszást itt ide haza tornán. Akkor jó! Milyen szépen összejött! Hatan pedagógusok vagyunk, a helyi iskolának a tanítói is egyben. Tehát nagyon érdekes, amikor komoly tanítónéni, tanítóbácsi az úton beszélünk a szülőkkel, gyerekkel, ismerősökkel, stb. És akkor hirtelen eljönnek minket megnézni a fellépésünket. Igaz, hogy most már megszoktak negyedjére, de először nagyon furcsa volt. És itt a hatom mögött, itt hattal ül nekem Balázs Évike, kolléganő és rendezőtársam. Ő volt tulajdonképpen a táncafarkának, hogy az első forgatókönyvet ő adta az én kezembe, mint helyi Csemadok elnöknek. Hát a színjátszó társulatban, amikor ugye elkezdtük, azt a célt tűztük ki, hogy mindenképpen végjátékokat szeretnénk előadni, mert az volt a célunk, hogy mindig nehéz helyzetben élünk, és mindig vannak problémák is, hogy inkább felettessük a mindennap gondjait. Egy kicsi vicces történet annyi, hogy tornán semmink nem volt. Itt, amit itt látunk ezt a színpadot, ezt mi ketten Évikével februárban jártuk körül a falukat, hogy hol van még a régi szocialista időkből valamilyen kinti fa színpadok, és hát találtunk, ugye söpörtük a saját kezünkkel a havat, mert ennyire lelkesek voltunk, és az volt még a legnagyobb szerencsénk, hogy volt egy ugyanilyen őrült ennek az iskolának az igazgatónője, aki megengedte mindezt nekünk. Nekünk itthon a községünkben a Csemadoknak körülbelül 320 tagja van, rendszeresen részt vesznek a rendezvényeinken. Negyed évente író-olvasó találkozó, akkor vannak filmvetítéseink, fiatalokat beszeretnénk vonni szintén a kulturális életbe, tehát őket is megmozgattatjuk, és természetesen együttműködünk a falu összes többi szervezetével, civil szervezetével, valamint az önkormányzattal is. Úgyhogy én magam részéről annyit tudnak mondani, hogy szerencsés emberek vagyunk, hogy ezen a környéken élünk, és ilyen emberek vesznek minket körbe. Napon milyen jóga gyakorlatokkal fogunk kezdeni? Úgy gondoltam, hogy szépen süt a nap, úgyhogy kezdjünk egy napüdvözlettel, és aztán folytatjuk még további pózokkal majd. Én itt születtem tornán, itt is nőttem fel, ide kötnek a gyerekkori emlékeim. Nagyon szeretem a környéket, a környezetet magam körül, tehát van hova kimenni, sétálni. A
akár természetbe, hogyha feltöltődésre vágyom kicsit. 5 éve foglalkozom aktívan a jogával, és most már 3 éve körülbelül tanítom is, tehát továbbadom az embereknek. Egy komoly betegség vezetett oda, hogy én találkoztam a jogával. Egy autoimmun betegséget kaptam, ez egy bőrbetegség volt, és ahogy elmentem vele orvoshoz, az orvos azt mondta, hogy ez gyógyíthatatlan. Emlékszek, hogy már be is utalt engem a kórházba, hogy ilyen elég komoly gyógyszerekkel kezdjenek el kezelni engem. És azt hiszem, hétfőre már volt is egy időpontom, és én pénteken azt mondtam itthon anyukámnak, hogy én nem megyek be, hogy én szeretném saját magamat meggyógyítani, hogy valami más, hogy más módszerekkel így foglalkozni magammal. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy itthonról is elmegyek, körülbelül 1 hónapra elmentem. Magyarországon béreltem egy kis házikót, és akkor ott így elvonultam. Ott találkoztam akkor a jogával és meditációval. Úgy jött az ötlet, hogy hát miért ne? Hogy miért ne adjam tovább azt, ami nekem jót tesz, mondjuk a környezetembe élőknek. Szia! Így pont ezért nem is akartam messzebb menni itthonról, hanem pont, hogy a közvetlen környezetembe élőknek akartam ezt továbbadni, hogy ők is megismerjék, mert tényleg úgy gondolom, hogy itt a környezetünkben, vagy a környékünkön nagyon kevesen ismerik ezt a mozgásformát. És most a legtöbb csoportos órámat azt itthon tartom, van egy kis ilyen, hát kis jóga stúdióm, de egy kis szoba inkább, ahol az órákat tartom. Oda járnak a legtöbben, heti több alkalommal, illetve rendszeresen heti szinten járok be Szepsibe és Buzitára is oktatni. És figyelj rá, hogy a tér ne essen befelé, dolgozz vele kifelé. Fejtetővel felfele nyújt. Én egy picit görbe voltam, a hátam görbe volt, és ezáltal, hogy jogát gyakorolok, egyenesebben állok, egyenesebben ülök. Nem mondom azt is, hogy én beiratkoztam még néptáncra is, most. Én most kezdek élni, eddig csak dolgoztam reggel munkába, este haza, reggel munkába, este haza. Abszolút együtt tudok rezonálni az ő személyiségével. És ez szerintem a jogánál nagyon fontos. Tehát amikor egy ilyen elcsendesedés, meg belső elmélyülés zajlik, akkor ez szerintem egy ilyen alap. Én anyu által kezdtem el a jóga órákat, őt hallgattam mindig otthon, hogy milyen jól érzi magát utána, és mennyire megnyújtózott az egész teste. Úgy gondolom, hogy az egészségre nagyon jó hatással van, és örülök, hogy megismerkedtem vele is, hogy végképp, hogy a lányommal jogázhatok, és hogy ő az oktató. Nagyon büszke vagyok rá. Told az ülőcsontokat felfele, sárkaddal lefele dolgoz. Hát így ez a vidék, ugye, ez maga az otthon nekem, tehát én érzem tényleg otthon magam. És az, hogy mindemellé a jogát is megtaláltam, és most azt csinálhatom tényleg, amit szeretek, ez a munkám is egybe, ez a hobbim is. Én most tényleg egy ilyen nagyon boldog embernek mondhatom magam, mert tényleg ki tudok benne teljesedni, és önmagam lehetek. És mindig azt érzem, hogyha mondjuk egy jogaórát is letartok, vagy tudok embereket inspirálni, hogy így repdesek az örömtől, amikor adhatok az embereknek valami olyat, amire szerintem ebben a világban szükség van, mert ugye kint mindig rohanunk a kinti világban, állandóan stresszbe élünk, és fontos, hogy megtanuljunk lelassulni és befele figyelni. És hogyha van bármi, amiért a mai napon külön hálát adnál, vagy köszönetet mondanál, akkor azt kérlek, hogy most tedd meg magadban, egészségedre. Ha már így bemelegítettünk, akkor most irány fel a várba egy jó kis túrára. Nem is lehet mások is! Hát persze, hogy én vagyok az! Igen, én vagyok az! Bocsánat, kedvesem, de jobb össze maradott az igazságnál. Ez az egyik jelmezem, megyek, azonnal átöltözöm, és mehetünk a várba. Tornának nagyon gazdag a történelme. Amit tudni kell, az első írásos említés 1198-ból származik. De amint láthatjuk, gyönyörű természet öleli körül, ezt fogom most megmutatni neked. Robi, van itt egyáltalán valahol vár, mert ebben a ködben nem látom sehol. Persze. Bő fél óra múlva megfilom. Sokan járnak ide kirándulni különféle iskolákról, és többnyire azt mondják a tanulóknak, és tehát a felnőttek is úgy hiszik,
hogy az évszázadok során a kerekek válták ki ezeket a sineket a sziklába, de viszont, ha jobban megnézzük, és logikus, szerintem antropomorf, tehát szándékosan válták ki, hogy ugye megkönnyítsék a kocsik közlekedését. És már a vár is előbukkant. Dina, dina, wanna be loved. Dina, gonna take my violations. Meg is érkeztünk a várhoz. Úgy látom, itt nagyban folynak a munkálatok. Igen, a Castrum Torna konzerválja a várfalait. Torna várának keletkezéséről egy regély szól, amely összefüggésben van a Szádellői-völgyel. Eszerint a nagy muhipusztai ütközet után IV. Béla király a tatárok elől a Szádellői-völgybe menekült, és egy barlangban talált magának menedéket, ezt király barlangjának nevezik. Nem messze volt egy szikla, ahol az ebédjét fogyasztotta, ezt királyasztalának nevezik, és kicsit távolabb volt egy forrás, ahonnan viszont a vizét merítette, azt király kútjának nevezik. Egy Bebek Mátyás nevű juhász legény tudomást szerzett róla, hogy a király a Szádellői-völgyben tartózkodik, ezért felkereste őt, és vidám történetekkel szórakoztatta a király. Miután elvonultak a tatárok, a király is elbúcsúzott a Szádellői-völgytől, de azelőtt még elmondta a juhász legényének, hogy bármilyen probléma esetén nyugodtan keresse őt fel a budai várban. Egy napon Bebek Mátyás a júnyáját a tornai domb tövében legyeltette, amikor egyszer csak nagy mennyiségű kincsre bukkant. Ezt ő nem tartotta meg magának, hanem elvitte Budára a királynak, és IV. Béla hálának jeléül megengedte neki, hogy a tornai domb tetején juhakolt építsen magának. De ő nem juhakolt épített, hanem vára, tornavára. Ez volt a regye, ami pedig a tényeket illeti. A vár építkezési engedélyét Nagy Lajos király adta ki 1357-ben Tornai János fiainak. Az építkezési engedély szerint ők fá vagy kővárat építhettek, és hát ha körülnézünk, akkor láthatjuk, hogy az utóbbi mellett döntöttek. A vár lerombolása után, ami 1685-ben történt, ugye a vár hanyatlott, többször kapott még a történelem során kegyelemdöfést, majd 2015-ben megalakult a Castrum Torna polgári társulás, amelynek a legfőbb célja az, hogy megőrizze a várat az utókor számára. Ista, ez oké, ez már rendben van, úgyhogy még azokat a követeket ott kell lesz összeszedni, hogy feleslegesen ne álljon ott, ma ezével nem fogjuk rá. Igyekszünk a várat megmenteni. Az első régészeti tárás 2020-ban volt az első régészeti tárás a Tornai Várban. Igyekezünk falazni olyan helyeken, amik kritikus állapotban vannak. Úgyhogy a legfontosabb nekünk az, hogy ami még megvan, a falak, amik állnak, hogy álljanak tovább is, hogy ne essenek le, mert 2019-ben egy fal leesett, és az minket úgy előre indított, hogy igen, hogy kell vele valamit csinálni. Mivel hogy a Kulturális Minisztérium támogat minket, vannak saját munkásaink, már 2020-tól, úgyhogy 4. szezonban általában azt az 5-6 hónapot a nyáron ledolgoznak, és ilyen stílussal tudjuk folyamatosan javítani, tudjuk folyamatosan javítani a Tornai várat. Hogy tetszett a vár? Hát ha a szívemből szólok, akkor azt kell, hogy mondjam, varázslatos. Rendben, nagyon örülök. Most pedig menjünk a Szádellői-völgybe. Merre folytatjuk a túrát? A kékjelzést követve eljutunk a Szádellői fennsíkra. Induljunk el. Mielőtt azonban nekivágnánk a kékjelzősi túraútnak a Szádellői-völgy irányába, érdemes egy kis kitérőt tennünk a Meseszép Ájfaluba, amely a Tornai vár túloldalán terül el. A várból ide a sárga jelzésű túraösvény vezet. A környék egyik legkiemelkedőbb látványossága pedig az ájjé vízesések, amit mindenképp érdemes megtekinteni. A térségben második legnagyobb látogatságú hely a falunk, ahol a falu végén van 4 nagyobb vízesés, meg ugye a film, az angyal, amit a filmből forgatták, úgyhogy az csalogásra ide a látogatókat. 2000-ben meglátogattak minket a Hollywoodi
filmtársulat, és találtak egy olyan hasonló helyet, ahol volt a balkáni háború, a koszovó-szerb, és itt találtak egy olyan helyet az AI fensíkon, ahol azt az angyal fel tudják állítani és a filmet leforgatni. Itt vannunk a Szovák Karasz-hegységben helyezik el az AI fensík és a Miglinci fensík Kisfurdok völgyébe, Tornai vártól 4 kilométerre, ahol 258 a lakosoknak a száma, abból 85%-a magyar. Sajnos magyar iskolánk nincsen, az még a 70-es évek megszűnt. 90-es évek végig volt óvoda szintén. Sajnos az is megszűnt, mert a fiatalok elköltöztek a munkahely miatt a környéki városokba, Kassa, Szepsi, ahol kaptak munkahelyet. De viszont van egy pár fiatal házaspár, akik potenciál láttak a faluban, hogy itt akarnak letelepedni, építkezni és folytatni a további életet. A faluban, ahol a kakas kukorékolása és az ályi patak csobogása verseng a legmagasabb hangért, ott a művészek is alkotói fészekre lelnek. Hát 12 évvel ezelőtt költöztünk ide Ájba. Gyönyörű a vidék, szlovák karsztvidék, ugye, és egy ilyen kicsi délvidékes feeling van itt, mert szárazság, kevés eső, meleg, ez kellett nekem. Szinte egész éven kint dolgozhatok, kint korongozhatok a ház előtt egy ilyen fedett részen, és ha hiszed, ha nem, akkor januárban is, amikor ide süt a nap, akkor kint tudok korongozni. Kimondottan vidéki helyre, vidékre szerettem volna költözködni. Már abból a szempontból is, hogy tudtam, hogy a kerámiázás miatt nem csak elektromos kemencéket fogok használni technológiai szempontból, hanem fatüzelési kemencéket is. És ugyebár ezt városban nagyon nehezen lehet megcsinálni. Őskori kerámiák készítésével, újrakészítésével, kópiák készítésével foglalkozom egyrészt, és ez azt jelenti, hogy a kerámiákat eredeti technológiával készítem, tehát kézzel, nem elektromos koronggal természetesen, és olyan módon égetem, ahogy a kerámia abban az időben ki volt égetve, és ez nem biztos, hogy fatüzelési kemencét jelent, hanem jelenthet például nyitott vagy zárt tűzhelyet. Elég sok helyen építettem őskori kemencéket, kemencetípusokat hoztunk létre, kenyérsítő kemencéket agyagból, és ezekhez hozzátartozik a, például a bronzkori edények készítése. Itt van például a mezopotámiai kerámiák szerint elkészített edényke, bakkecske. Amúgy ott tovább egy ilyen poronckori edénytípust lehet látni, ez egy gávi kultúrás, a poronckori edénytípus. Azután étkezésre való kerámiát is készítek, illetve hát ezek közé tartozik ugye a tányérkészlet, stb. Leveses tálak, húsos, rizses, stb. Tálak, de nagyon szeretem a kávét, ezért kávézáshoz csészéket, kávés csészéket, tejás csészéket, tejás kancsókat, szóval minden, ami el lehet képzelni. Használati kerámia néven. Környékünkön nagyon sok barlang van, egyébként inkább vertikális barlangok, tehát szakadékszerű barlangok, de vannak aztán barlangnyílások, és megtalálták ott a neolitikus bükkhegységi kultúrának az edényeit is például. Ezek az edények nagyon közel állnak hozzám, és szerettem volna őket újra elkészíteni, ugyanis az edények újrakészítése őskori alapok alapján egy nagyon érdekes, kalandszerű dolog, mégpedig azért, mert az ember ugyanazokkal a problémákkal szembesül, mármint a készítés alatt, mint a valamikori ember, aki készítette ezeket a dolgokat. Községünknek jelenleg 156 lakosa van,
A lakosságunk több mint 80%-a magyar anyanyelvű. Igaz, hogy falunk kicsi, de annál nagyobb a potenciál a gyönyörű Szárdelői völgy miatt. És évről évre növekszik a látogatók száma a gyönyörű természeti szépségei miatt. Alattunk a Szárpatak látható, a másik oldalon viszont a Szurdokföld sziklái magasodnak fölénk. Egy ismerős, Tibrányi Gusztáv. Szervusz, Guszti! Túrázunk, túrázunk. Nagyon sok mindent tud a Szárdelői völgyről, és még egy rekordja is van. Nagyon érdekes személyiség. Ide születtem. Tornán születtem, és most is egy olyan helyen lakok, hogy az ablakomból belátok a Szárdelői völgy szájába, úgyhogy szebb helyen nem is lehet. És a gyerekkoromtól, még édesapámmal. Édesapám volt az első konzervátor a Szárdelői völgybe. Hát ő engem így még ilyen 5 éves gyerekkorként kézenfogva hordott ide, úgyhogy ide szoktam. Barlangkutató voltam. Hosszú éven át, 25 éven, egy negyed századon át nagyon intenzív barlangkutató voltam. Aztán leromlott a szemem, leromlott a látásom, és már nem éreztem biztonságosan magamat a barlangba. Akkor elkezdtem a magas hegyeket járni. Aztán a magas hegyeken lefagytak a végtagjaim. Akkor megint azt is muszáj volt abba hadni, mert egyszerűen már képtelen voltam, már annyira szenvedtem, hogy muszáj volt abba hadni a magas hegyeket. Na és úgy aztán barátaim rászedtek, hogy menjünk biciklizni, hegyi biciklizés. Hegyi biciklizéssel foglalkoztam, és nagyon-nagyon megszerettem. Úgyhogy lényegében én még mai napig is én hegyi bringás vagyok. És azt úgy mondhatom, hogy az pezseg az ereimbe az a hegyi bringás vér. Egy ilyen régi álmom, egy ilyen 15 éves álmom, hogy lebiciklizem Amerikát egészen az Alaszkáról, egészen le a Tűzföldre. És hát nem tudtam, mert dolgoztam, nagyon aktív voltam, nagyon cégem volt és rengeteget dolgoztam. De aztán, amikor nyugdíjba kerültem, akkor mondom, na most jó volna megcsinálni, de akkor bejött a Covid. Úgyhogy muszáj volt megvárni, Covid eltelt, és akkor 2021-ben úgy döntöttem, hogy na, most vagy soha. És rengeteget értem át, mert 285 napon át utaztam, úgyhogy ez 9,5 hónap. Minden ilyen nagy expedíció megváltoztatja az embert. Olyan típusú ember vagyok, hogy valamit fejembe megfordul, akkor azt egyszerűen nem engedem el. Hát így volt egy ilyen gondolat is nekem, hogy hát itten, ahogy tetszik látni ezt a két szikla oldalt, hogy összekötöm egy kötéllel. És akkor én ezt kitaláltam, akkor mindenki, akinek elmondtam, azt mondja, hát ez bolond, ez így tudom én mi. És egyszer csak jött egy nap, igen, amikor mindent sikerült elintézni, és kifeszítettük a kötelet, 846 méter hosszút, és 44 barlangász, hegymászó átment a kötelen, és ebből lett egy Guinness rekord. Megérkeztünk a Szárdelői földvárhoz. Ez a mi kis kínai nagyfalunk, még a kelták építették 2000 évvel ezelőtt, a késői vaskorban, azaz a latén korszakban, és egyfajta kerítés volt, kerítésként szolgált. Ugye a köveket és a földet így felhalmozták, majd palánkot szúrtak a tetejére, és a közelben volt a településük. És ennek az erődítménynek a települést kellett védenie. Mind a mai napig megmaradt úgy egy kilométer hosszú sáv, és helyenként eléri a 3 méteres magasságot. És ezeket a köveket tényleg kézzel halmozták fel ide? 2000 évvel ezelőtt minden bizonnyal igen. Hát ez biztos nem nők csinálták. Valószínűleg nem. Itt az egyik, itt a másik, és akkor itt volt a település valahol középen. Tehát megérkeztünk a kilátóra, ahonnan szépen belátni az egész Szárdelői völgyet. Milyen mélység, Uramisten!
hogy tetszett ez a vadregényes táj. Sokat túráztunk, sok mindent láttunk, és ugye itt vezet Szlovákia déli országútja, az emberek elhaladnak erre, de nem tudják, hogy mennyi csodát rejt ez a régió. Álljanak meg és tegyenek egy sétát, higgyék el, megéri.